A 12-17 év közötti korosztály kevesebb, mint egyharmada jelentkezett az iskolai oltási kampányra, ezt mondta a szerdai tanévkezdés előtt híradóknak a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Szabó Zsuzsa szerint fontos lenne a maszk használat az iskolákban, és folyamatosan kellene tesztelni a tanárokat és a diákokat is. A szaktárca szerint május óta 175 ezer 18 éven aluli diák kapta meg az oltást, és ezen felül oltanak be még 48 ezer tanulót ezekben a napokban. Hét eleje óta javában oltanak a pécsi iskolákban is. Igaz, túl sokan nem jelentkeztek. Az egyik több száz diákot számláló iskolában 38 tanulót, egy másikban pedig mindössze 23-at oltottak be. Én is kevésnek tartom, de pontosan nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, hisz nincsen rálátásunk arra, hogy hányan kérték már korábban az oltópontokon a védőoltások beadását. A pedagógusok szakszervezete szerint a 12-17 éves korosztály kevesebb, mint egyharmada jelentkezett az iskolai oltási kampányra. Ugyanakkor az ő számításaik szerint a tanárok több mint 90%-a már megkapta a vakcinát. Bízom abban, hogy nem alakulnak ki gócpontok az oltás. A PS elnöke szerint a nyaralásból hazatérő gyerekeknek az oltással még nem alakul ki a védettségük, nem kell maszkot hordani, a tanárok és a diákok teszteléséről pedig szó sincs. Szabó Zsuzsa azt mondja, Kásler Miklós ugyan írt egy körlevelet a tanévkezdés kapcsán, de ebben semmilyen központi intézkedés nincs arra, hogy a negyedik hullám megkímélje a gyerekeket és a tanárokat. Úgy látom, hogy a fertőtlenítésen kívül más óvóintézkedés nem igen valósult meg, és a miniszternek a körlevelőből is az látható, hogy azzal, hogy nem kötelező a maszkot viselni, gyakorlatilag teret adhatunk egy-egy gócpont kialakulásának. Megkeresésünkre a szaktárca azt írta, május óta 175 ezer 18 éven aluli diák kapta meg az oltást, és ezen felül oltanak be még 48 ezer diákot ezekben a napokban. A mostani tanévkezdés jóval biztonságosabb a pedagógusok és a diákok magas átoltottságának köszönhetően. Azt is írják, ha egy iskolában gócpont jele mutatkozna, az operatív törzs és a járványügyi hatóság meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket. Arra kell a harmadik oltást. Közben a harmadik oltás fontosságáról beszélt a Startban Liszievicz Julianna. Az immunológus azt mondta, mindenkinek indokolt a harmadik oltás. Szerintem minden vakcina valamilyen védettséget biztosít, de a mostani variánsra kutatások alapján a Modernát ajánlja. A delta variáns ellen, ami ellen most kell védekeznünk, ez az indiai variáns, a Moderna kétszer hatásosabb, mint a Pfizer. Közben több városban megnőtt a szennyvízben a koronavírus koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a budapesti agglomeráció több települése mellett heteken belül nőhet majd a fertőzöttek száma Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szombathelyen. A szerdai iskolakezdés előtti napon most már tartósan napi 100 felett van az új fertőzöttek száma.